Veszélybe kerülhet a szekszárdi sportélet, ezt mondta stábunknak Szőke Gergő, a Tolnai megye Székhely sportközpontjának ügyvezetője. Kijelentését azzal indokolta, hogy a város közgyűlése még mindig nem fogadta el a 2021-es pénzügyi beszámolóját, amit már rég nyilvánosságra kellett volna hozniuk. Úgy érzem, hogy ez picit így a személyem ellen irányul ez a dolog, pedig ezzel nem engem büntetnek, hanem a szekszárdi sportéletet. Nagyon remélem, hogy ennek nem lesz egy navos büntetés és akár komolyabb következménye is, hiszen hogyha nem tesszük közzé ezt a beszámolót, akkor ez lehet a jövő. A körülbelül 500 ezer forintos bírság után akár a cég tevékenységi köreit is korlátozhatják, és ez alatt számos pályázati lehetőségtől is eleshet a sportközpont. Én nem hiszem, hogy ez személyekről kellene, hogy szóljon, hanem ebbe a gazdasági helyzetbe inkább segíteni kéne a szekszárdi sportot nem büntetni. Úgyhogy szeretném kérni a közgyűlés tagjait, hogy a legközelebbi alkalommal legyenek szívesek elfogadni a beszámolómat. A beszámolót a legutóbbi közgyűlésen zárt ajtók mögött tárgyalták, ezért egyik érintett fél sem hozhatja nyilvánosságra, hogy melyik képviselő miként szavazott. Amit tudni lehet, hogy akkor a teremben Illés Tamás kivételével az Éjjel Szekszárd valamennyi képviselője jelen volt. Ott ült még a Fidesz frakcióból Gyurkovics János és Máté Péter, valamint Ács Rezső polgármester és Zaják Rita tanácsnok.